Nem könnyű egy kis csapat élete, ha bejut az elitbe a nagyok közé. Márpedig a szekszárdi férfi gyermekkosárlabda ese U18-as csapata ide csöppent. Elérték, kivívták azt, hogy a nagyokkal, például az Albafehérvárral, a Kecskeméttel, a Rádgéber Akadémiával és az Alaegerszeggel mérkőzhetnek oda-vissza. Soha jobb lehetőség a fejlődésre, a tudás bővítésére, a tapasztalat szerzésre a fiataloknak. És a sikerélmény sem hiányzik már. A legutóbbi aktuális ellenfelüket, az Alaegerszeget idegenben megszorították, alig kaptak ki tőlük egy ponttal. Az Ábrahám Zsók Heyman Sebestyén Erdős nevekkel fémjelezhető sokra hivatott szekszárdi U18-as csapat le tudta győzni egyszer már az Albafehérvár legjobb korosztályos csapatát a bajnokság során. Az ETA elleni visszavágón a Bonyhádi csarnokban a játék sok elemében partiban volt Juhász Gábor csapata, de egy dologban ezúttal nagyon alul maradt, ez pedig a távoli, elsősorban a tripla dobások kategóriája. Ez az oka annak, hogy a játék képéből nem következő módon 35 ponttal 107-72-re nyert az ETA. A szekszárdi srácokat ebbéli védekezésbeli hiányosságaik nagyon bosszantották a meccs után, de az igazsághoz feltétlenül hozzá tartozik, hogy az alapember centerük ezúttal egyáltalán nem léphetett pályára. A legnagyobb hiba és hát gond az volt, hogy Zsók Áron csapat centere, és egyik fő pontdobója hiányzott közülünk, és ő nagyon meghatározó játékos. Aztán ez volt a fő probléma, ezen túl az 57%-os kapott tripla, ez egyszerűen hihetetlen. A védekezésünkön nagyon kell szorítani, és utólag az ETA-nek is extra dobtak most. Persze ilyen tripla mutató, amivel az ETA kirukkolt, csak ritkán sikerülhet egy csapatnak. Nem erre számítottunk, ugyanis átlagosan 30%-a dobják a triplát. Erre készültünk, extrábbak voltak most. Az edző Juhász Gábor nem a játékosokat okolta, hogy nem jutott zavaró az alai triplásokra. Párját ritkító módon önmagát jelölte meg főfelelősnek, mert mint mondja, menet közben ehhez kellett volna átalakítani a védekezési szisztémát. Mi elsősorban arra készültünk, hogy a magas játékosokat a palánk alatt semlegesíteni együtt, és ügyesek is voltak a fiúk, mert az első fél időben, sőt a 3/4, azt a játékos 10 pont környékén tartottuk, ami én szerintem egy jó teljesítmény. Mellette sajnos nem volt időnk kigyakorolni, hogy akkor a külső dobásokba, hogy fog ki ilyen, illetve lett volna, volt időnk kigyakorolni, csak az most már így elmaradt, és kicsit számítva arra is, hogy engem is meglepett az ETA-nek a kiváló dobó százaléka, de ugyanakkor ez kétélű fegyver, ez a mi védekezésünkben is hibát tételez fel, mi szerint nem érünk ki a besegítésekből időben a dobó helyzetekre. Ezen mindenképp változtatunk a jövőben. Egy sajnálatos, objektív oka is volt annak, hogy elmaradt a szekszárdi bravúr. Szinte hihetetlen, de igaz, ennek a csapatnak nem jut egyáltalán terem Szekszárdon a pandémia alatt, hogy normális körülmények között készülhessenek a tehetségek. Az odavágón egy ponttal kaptunk ki idegenbe, emiatt jogos volt, hogy mi a hazai pályán esélyesként lépünk pályára, csak ugye azóta változott a világ, Szekszárdon mi 5 teremben edzettünk eddig, ott most egybe se tudunk edzeni, az edzésszámok csökkennek, nem csökkennek, drasztikusan lecsökkentek, emiatt én is a saját csapataimmal nem tudok annyit foglalkozni, amit szeretne. Az Alaegerszeg és a többi akadémia, vagy aki saját csarnokkal rendelkezik, az ugyanúgy dolgozik tovább heti 5-6 edzésre, egyéni képzésekkel. Tehát, hogyha a papírformát itt én elengedném ebből a szempontból, mert nem ugyanazok a feltételek a felkészülésben. Mindamellett én örülök is annak, hogy így a Bonyháddal és az Atomerővel együtt tudunk dolgozni, mert így most ebben a nehéz helyzetben a lehetőségeink kicsit megnyíltak, hogy az U18-as csapatok szerencsére át tudja jönni Bonyhádra edzeni, a Morgan Frigyes kiváló edző kezei alatt tudnak dolgozni a Rutkai Petivel segítségével. A csapat többi tagja viszont egyáltalán nem tud gyakorolni. A mostani 30 pontos vereségben ez is benne foglaltatik.